Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Mai Alsóörsi magazinban visszatekintünk a Márton napra, ellátogatunk egy építész fórumra, és meghívjuk kedves nézőinket elsőként az óvodába, ahol átadták az új konyhát. Nem csak az óvodásokat, az iskolásokat látja majd el az új konyha, hanem a nyugdíjasoknak is itt főznek. Az átadó ünnepségen beszédet mondott a település polgármestere Hebring Zsolt, és itt volt a térség országgyűlési képviselője is, Kontrát Károly. Amikor lement a harmadik ilyen nyugdíjas találkozó, akkor nekem egészséges legyen, gazdaságos legyen, hogy finom legyen az az étel, igaz? Akár az óvodások, bölcsődések, vagy a lakosság, a nyugdíjasok, vagy a különböző megrendelők, neki is ízle. Úgy ízlik az étel, akkor az biztos, hogy jól járnak. Én szeretném megköszönni polgármester úrnak az együttműködést, és mivel ez az első nyilvános alkalom, hogy az október 13-i választás után ilyen nagy körben találkozunk, én gratulálok neked Zsolt a megválasztásodhoz, a képviselőtestületnek szintén gratulálok, jó együttműködést, engem mindig elértek, és én fontosnak tartom, hogy amivel tudok segíteni, segítsek. Szerintem Alsóörs rendben van, de nyilván mindig vannak új feladatok, el is mondtad, megcíloztad a Magyar Falu programba egy konkrét pályázatot. Én azt kívánom nektek, hogy sikerüljenek, mindig legyenek céljaitok, legyenek terveitek, és én örömmel segítek. Döntéshozó nem én vagyok, de én támogatom a ti törekvéseteket, hogy ez a település szépüljön, épüljön. Tényleg most, mint a most lett volna, amikor a bölcsődét átadtunk, most lett volna, amikor Görös Titivel itt a pályát átadtuk, még gólt is tudtunk, és a gyerekek is nagyon szeretek, én azt hallottam. Jó hallottam? Reméljük, hogy jó focisták is lesznek majd köztük, és egészséggel használják ezt a pályát. Visszatérve a mai konyhára, én azt gondolom, hogy legyek vidámak, a gyerekek is legyenek vidámak, érezzék jól magukat, akár a bölcsibe, akár a lobbyba, akár az iskolába tanulnak, Alsóörsön jó élni, jó itt lenni, és gratulálok, és mindenkinek köszönöm az együttműködést, a kivitelezőknek, a tervezők, kivitelezők, műszakjára, mindenki, aki ezt hozzátette a magáért. Zsolt, gratulálok! Köszönöm szépen! Ez egy olyan intézmény, ami a jövőt szolgálja, a gyermekeket, családokat. Két évvel ezelőtt a bölcsődét megalapíthattuk, és egy új csoporttal láttuk el, egy harmadikkal az óvodai kiszolgáló feladatunkat, viszont most pedig a konyha is megújult, amelyik nem csak a gyerekeket, hanem az időseinket is szolgálja, hiszen innen látjuk el a szociálisan rászorultakat, és a rendezvényeket is teljes átépítéssel, sőt hozzáépítéssel egy olyan új 21. századnak megfelelő létesítmény jött létre, amelyikben az étkező is nagyobb lett, és hát ott is új berendezések, székek, asztalok állnak rendelkezésre, főleg az iskolásainknak, illetve itt a mögöttem látható helyen pedig a konyhában elkülönített helységek, legmodernebb konyhatechnológiai berendezések, eszközök, hűtőkapacitás, főző, sütőkapacitás, billenő, serpenyő, üstök, minden, sőt olyan helységek, amelyik a speciális étkezést is biztosítják, ezek mind-mind rendelkezésre állnak, úgyhogy nagyon nagy örömmel vettük át ezt a létesítményt, avattuk föl államtitkár úr segítségével, 32 millió forint állami támogatás mellett az Alsóörsi önkormányzatnak 120 millió forintot kellett még hozzátenni, de ezt nagy örömmel tettük,
Ez egy kicsit magasabb összeg, mint gondoltuk egyébként, de hát ugye az építőipari árak most nagyon magasak, de megértem, mert most már ehhez az intézményhez nem kell hozzányúlni jó ideig, és hát tényleg ez 250 gyermeket időst szolgál ki, tehát nagyon létfontosságú volt, hogy megújuljon. Itt most már akkor tulajdonképpen minden készen van. Ovoda van, bölcsöde van, ellátás van, ide már nem kell hozzányúlni semmiért sem. Ide már nem, sőt az udvarunk is nagyon szép, azt a tavaly évben teljes körön átalakítottuk, új játszótér elemek, öntöző rendszer, új gyep, és hát néhány éve pedig ugye a mini focipályát, az új focipályát is átadhattuk. Teljes modern körülmények állnak rendelkezésre a pedagógusaink és a konyhai dolgozóink részére. Számítunk rájuk a jövőben is. Nagyon jó a híre egyébként az intézménynek, és nagyon sok dicséretet kaptunk már most, hogy néhány napja megkóstolhatták az érintettek az új, finom, egészséges ízeket. Jó szakembereink vannak. Legutóbb a Márton napot, majdnem 200 liba vacsorát szolgáltak fel a kolléginák, és holnapon halászlevet, tehát mindig van egy-egy olyan alkalom, amikor számíthatunk rájuk, tehát a rendezvényeknek is egy nagyon fontos biztosítói ők, de a legfontosabb az, hogy a gyermekeinknek is egy olyan egészséges több étkezést, tehát reggeli 10 órai uzsonna és ebédet tudnak nyújtani, amelyiket a szülők, családjaink is elfogadnak. Építész fórumot rendeztek Alsóörsön a Művelődési Házban. Mielőtt az esemény elkezdődött volna, kameránk elé kértük Hebring Zsolt polgármester urat és a település főépítészét. Kíváncsiak voltunk, mit terveznek a jövőben, merre felé fog tovább terjeszkedni Alsóörs. Nagyon fontos ez a téma, és pont az én előadásom is arról szól, hogy az elmúlt másfél évtizedben mennyire oda kellett figyelni, hogy a településen a helyépítési szabályzatok mit tartalmaznak, hiszen vannak benne olyan tényezők, amelyek lehet, hogy a jövőben fognak bekövetkezni, és ez nálunk is így történt, és én nagyon sokat tanultam ebből a folyamatból, hiszen én is már 17 éve itt vagyok, és számítottam azokra a szakemberekre, a településtervezőre vagy a főépítészünkre, akik nagyon nagy szakmai támogatást nyújtottak ehhez a fontos jogalkotói munkához, úgyhogy tulajdonképpen ez a mai találkozó, ez a megyei főépítészeknek egy fóruma, ahol konzultációs lehetőséggel egymás tapasztalatait kicserélik, meghallgatják a nagyon izgalmas előadásokat, és egy séta keretében pedig megnézhetjük majd délután a Marina éttermet, hotelt, amelyik az év balatoni középülete lett a tavalyi esztendőben, úgyhogy nagyon tartalmas napnak nézünk elébe. Polgármester úr, az itt lakók szempontjából nézve a dolgot, ők ebből mit profitálhatnak? Tulajdonképpen a helyi építési szabályzatok, azok mindenkinek az életét meghatározzák, hiszen vannak most is 50-60 olyan egyedik kérelem, amelyek pont a módosításra irányulnak, és hát a Balaton törvény, amelyet márciusban elfogadtak, annak a végrehajtási rendelete, illetve a mostani vízpartrehabilitációs tanulmányterv is, illetve az azt kiváltó vízparti tervek, amiről a múltkor ugye lakossági fórumot rendeztünk, bebizonyította azt, hogy nagyon nagy az érdeklődés, tehát én úgy gondolom, hogy ezek az előadások, amik itt elhangzanak, a döntéshozóknak, tehát polgármestereknek, képviselőtestületeknek számára
nagyon fontos, és ezeket föl tudják majd használni a jogalkotás során, a döntéseik meghozatalakor. Nagyon változnak a jogszabályok, a törvényi környezet, tehát nagyon észnék kell lenni, nagyon oda kell figyelni, és nagyon számítunk a főépítészünk és hát a szakembereknek a segítségére. Egyébként itt, amikor tetszik mondani, a lakosságot érintheti ez, ugye, és most is van 50 ügy, mire kell gondolni? Nagyon sokféle dologra, tehát a belterületbe vonásoktól az átminősítésekig, például a mezőgazdasági területeknek az átsorolása, vagy az építési helyek nem stimmelnek, hiszen az Ófaluba telkenként van szabályozás, és ott 2003-ban történt mindez, és azóta nagyon sok minden változott, az igények is módosultak, és ezáltal lehet, hogy bizonyos előkert, oldalkert, vagy egyéb paramétereket meg kell változtatni ahhoz, hogy még praktikusabb legyen az adott kérelmező szempontjából az ügy, úgyhogy nagyon sok az ilyen jellegű feladatunk, hát ezt majd természetesen a szakemberek bevonásával egy nagyon hosszú folyamat során fogjuk eldönteni, ennek egyébként a határideje 2021 év vége, tehát még időben vagyunk, de már elkezdtük a folyamatot. Ez elsősorban egy szakmai fórum, de nyilván a lakosság számára is érdekes lehet. Én azokról az építkezésekről fogok beszélni, amik most aktuális fejlesztésként, lakóépület, illetve üdülőépítésként Alsóörsön megjelennek. Akár a település belső részében kisebbek, akár a Balaton partján nagyobb építkezésekről. Az ember azt gondolná, hogy Alsóörs azért már kialakult, megvan a település szerkezet, nagyjából megvan, hogy ki hol, merre van, hol lakik, milyen ingatlannal rendelkezik. Lehet itt még igazából komolyabb fejlesztésben gondolkodni? Hát lehet komolyabb fejlesztésről gondolkozni. Ezek a fejlesztések, amiről ma is szó lesz, ezek mind olyanok, amik a település szerkezetében már benne lévő adottságok szerint most valósulnak meg. Ez itt elsősorban magánberuházásokat jelent, tehát itt az Alsóörs lehetőségei azok olyan szempontból érdekesek, hogy a település a saját magáról alkotott képét mennyire képes megőrizni. Tehát a élhető kis település jelleg az itt egy fontos szempont a helyben élők számára, de nyilván a turizmus számára épülő épületek is ebbe a adottságba, környezetbe kell beleilleszkedjenek, az ezzel kapcsolatos dilemmák jelennek meg itt akkor is, amikor a lakosság fogalmaz meg kérdéseket, akkor is, amikor a képviselőtestület dönt arról, hogy a településrendezési tervben hol ad fejlesztési lehetőséget, vagy hol vesz vissza ilyet. Ugye minden településen azt várják, hogy a vállalkozók jöjjenek, fejlesztenek, beruházzanak, legyenek munkahelyek. Alsóörsön elképzelhető, hogy itt a vállalkozók akár a térségből, vagy akár az ország más részéből jönnek különböző szándékokkal, de éppen az építési szigorítások miatt nem igazán tudnak segíteni? Alsóörsön a rendezési tervben elég nagy fejlesztési volumen van beállítva. Tulajdonképpen ennek csak egy része az, amit most kihasználnak, tehát marad még fejlesztési lehetőség. Van bőven mozgástere az önkormányzatnak, akárha meghagyni akarja ezt a volument, akár ha visszavenni akar belőle. Amikor a képviselőtestület összeül és a szakembereket, mint önt is bevonják előzetesen és megbeszélik, hogy merre kéne még tovább menni, mit kéne kitalálni, mit kéne fejleszteni, ilyenkor azért van önöknek nagy mozgásterük? A főépítész az mindig egy, mondjuk így, hogy tanácsadó szerepben van, tehát dönteni a képviselők, igen, polgármester együtt döntenek. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy a képviselőtestületek általában, ez nem alsóörsi specifikum, ez más településeken is így tapasztaltam, az idők során tanulnak bele a településrendezés folyamatában, és értik meg azt, hogyha valahol be van színezve valamilyennel a térkép, és oda vannak írva számok, hogy az milyen építési volument jelent, hogy az évekig csak szám meg sraffozás a papíron, és akkor egyszer csak az ott kőből, téglából, betonból álló épületeket fog jelenteni. Vannak különleges elképzelések, itt Alsóörsön nagyon erős az a tendencia, hogy a lakosságot bevonják abba, hogy mi az, ami a település számára kedvező, és a
település vezetése erre érzékenyen reagálva intézi az ügyeket. Régi hagyománya van Alsóörsön a Mártonnapnak, nem csak azért, mert a felnőttek szeretnek bálozni, hanem azért is, mert mindenki szeretné megkóstolni a finom alsóörsi livahúst, és természetesen kíváncsiak arra is, milyen volt az idei termés, sokan hozták el a bormustrára az idei borokat. Ígyunk derűre, ígyunk borúra, úgyis hal kedvre, úgyis hal búra. Fordul az élet, kedved a jó bor, jobban éleszti búdat a jó bor. Messze széleszti, s elmúlat véled. Bor töblébe, váltik a kehelynek, bort elénbe szakadatlanul. Ide nézzen a puszták homokja, és nem tud inni, vagy megtanul. Éljen a nemes kedvünk barát, midőn a víz, szarangja az húgot, szent hűsége nyújtja a jobb karját. Alpolgármester úr, amikor bejöttünk ide a terembe, még csak két bor volt, most hirtelen nem is tudom megszámolni mennyi, de láttam, hogy ön is meghozta a sajátját. Milyen volt az idei termés? Idei termés úgy gondolom, hogy a minőségre nagyon jó. A mennyiség az nem igazán, de kétfajta szőlővel foglalkozunk, cserszegi fűszeressel és traminével. Tehát mind a kettő úgy gondolom, hogy minőségi lett, hiszen az időjárásnak köszönhetően eleve egy-két-három héttel már a születek is előrébb jönnek, és ott a cserszegi fűszeresünk 19 fokos volt, most fokos, a tramini pedig még ennél is egy picivel jobb volt, tehát bízunk benne, hogy idén nagyon jó minőségi borok lesznek. Amit mindjárt megáldanak majd, ha jól tudom. Igen, hát természetesen nagyon várjuk már, akik szőlővel és borral foglalkozunk, attól függetlenül, hogy mi azért egy picik vagyunk, ugye kis termelők, de mégis jó eljönni erre a mártonnapi borádásra szentelésre, hiszen itt találkozhatunk a többi borásszal, megkóstoljuk egymás borait, természetesen minden boros gazda úgy érzi, hogy az övé a legjobb bor, de azt hiszem ez itt természetes is, és de hogyha úgy alakul, akkor nyilván véleményt is mondunk, hogyha netán nem is, de ilyen még nem fordult elő, hogy rossz minőség bor lenne, tehát mindenki ügyel, figyel arra, hogy minőséget állítson elő. Nagyon furcsa dolgot hallottam, azt mondják, hogy a megáldás után mindenki hazaviszi, tehát visszaviszi a bort, és beleönti a többibe, igaz ez? Hát speciálunk nálunk nem, tehát megfogjuk. Hát csak egy jelképes dolog, igen, akkor igen, persze. Igen, valószínű, hogy esetleg így lehet. Most kedves vendégekkel meg fogjuk kóstoltatni, meg fogjuk kínálni a borokat. Bízom benne, hogy ízlenni fog mindenkinek, főleg egy nagyon finom liba vacsora után, amelyet ugye az óvoda készít el. Ez mindig nagyon finom szokott lenni, biztos vagyok benne, hogy idén is. Szerencsés vagyok, hiszen én már tegnap Lovason is megkóstoltam a libát. Tehát ott is nagyon jó volt, és biztos vagyok benne, hogy itt is nagyon finom lesz. Egyébként azt lehet látni, hogy megint telt ház van. Azért azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Alsóörsön ezt a mártonnapi liba vacsorát már várják, és a hagyomány az elég erős itt. Igen, én is azt látom, azt érzem, hogy egyre népszerűbb, egyre többen jönnek erre a mártonnapi rendezvényünkre, ami nyilván azért is jó, hiszen az azt jelenti, hogy a bornak is értéke van. Polgármester úrral pont arról beszélgettünk, hogy ha ilyen nagy érdeklődés lesz, az is elképzelhető, hogy jövőre esetleges sportcsarnokba felviszik a rendezvényt, hogy minél többen részt vehessenek ezen a mártonnapi liba vacsorán és bormustrán. Próbálgatni! Bukéja van ennek, gyerekek, bukéja! Na, azt is. Hát melyik azt volt legyen, gyerekek? Azt
féle sejt, nagyon óvatosan megnézni a színét. Nagyon óvatosan megszagolni. És itt is szinte csak csöppengén próbálgatni. Kedves barátaim és hölgyeim, ez volt a tudományos borkossalag. Egyetlen egy igeverset szeretnék felolvasni a János Evangélium a 15. részéből, ahol Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtő, és ti pedig a szőlővessző. Ez a Jézusi kép, amely előttünk áll itt a János Evangéliumában, azért csodálatos és azért szép, mert három tényezőre hívja fel a figyelmet, amely valószínűleg minden borosgazdának az életében, ebben az esztendőben is igazzá lett. Hiszen van a szőlőtő, amelyik az életet adó, van a szőlővessző, amelyik az életet hordozó, és van a gazda, aki az életet plántáló ebben a képben. Ha ennek a háromnak nincs meg a tökéletes szimbiózisa, nincs meg a tökéletes egysége, akkor nem valósulhat meg az, amit ma hálás szívvel köszönünk az Úristennek, hogy az Úr 2019. esztendejében újra van új bor az asztalon. De Jézus ezt a képet nem csak emberi, hétköznapi életünkre és a szőlőtermelésre érti, hanem sokkal magasabbra is emeli, amikor azt mondja, hogy a gazda nem más, mint a mennyei édesatyánk. És innentől kezdve ez a kép már különös tartalmat hordoz. Hiszen a szőlőtő maga Jézus Krisztus, aki az életet adó, hiszen odaadta az életét érettünk. A szőlővesszők mi vagyunk, akik az életet hordozzuk ebben a földi életben, az alatt a pár évtized alatt, amit kegyelemből kapunk Istentől, és van az életet plántáló gazda, amelyik nem más, mi mennyei atyánk. Ezért mondja Jézus Krisztus az úri imádságba, amely felekezet nélkül mindannyiunknak szent és szép imádsága. Mi atyánk. Azt gondolom, hogy ebben az évben hálát adhatunk megint a megtartó kegyelemért, és ebben az évben hadd helyezem a szívünkre mindannyiunknak, hogy adjunk hálát azért, hogy adott erőt az Isten, megtartott bennünket ebben az esztendőben az Isten, hiszen itt is, Alsóörsön is, ebben az évben is többször megálltunk úgy temetőbe, koporsó mellett, akinek az életének ideje lejárt. Megszűnt az életet hordozó, szőlővessző életünk. Nem véletlen, hogy az új bor, a hálaadás ünnepe nem a bor részegítő hatásáról szól, hanem arról a csodáról, hogy az Isten életet adott, életet hordozott, és életet plántált mi bennünk. Így áldja meg az Isten az Alsóörs és a környékbeli lovasi borosgazdákat, és adjon nekünk erőt, egészséget, új bort és békességet. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, mostantól fogva mindörökké. Amen. Tisztelt borosgazdák, tisztelt jelenlévők! Az egyház a liturgia egyik kiemelt helyén úgy jellemzi a bort, mint a szőlőtő termését, illetve az emberi munka gyümölcsét. Szőlőtő termése, vagyis Istennek az adománya, és ez föltételezi az emberi közreműködést. Mindez az embernek a társ teremtői mi voltából fakad, hogy együtt dolgozhat az Istennel. A mai napon elsősorban azért adunk hálát, és azért adnak hálát a jelenlévők, mert az ő kezüknek a munkáját valóban Istennek az áldása kísérhette. Így kerülhet az asztalunkra az a bor, amelyet a mai napon megáldunk. A sikeres emberi munka nem más, mint Istennek a visszajelzése az ember felé,
hogy van értelme a munkának, hogy van értelme a fáradtságnak, hogy van értelme minden meghozott áldozatunknak. Az emberi tevékenység a külső szemlélő számára önmagában lehet látványos, de igazi értelmet, áldást akkor nyer, hogyha Isten és az általa ránk bízott feladatnak a szeretete vezérel bennünket. Most adja meg a mindenható Isten, hogy életünk minden pillanatában tisztán lássuk, ő szeret bennünket, mellettünk áll és megsegít minket. És ő az, aki értelmet ad minden munkánknak, és értelmet ad minden tevékenységünknek. Könyörögjünk! A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a borra, és mindazokra, akik azzal Isten szándéka szerint élnek, és ez az áldás maradjon velük mindenkor. Amen. Magazin műsorunk végéhez érve köszönöm szépen nézőink figyelmét, maradjanak továbbra is velünk, nézzék összeállításainkat. Munkatársaim nevében is kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra!